reggel van, de te sajnos nem vagy itt velem. A szerelem messze szállt már, de téged őriz a szívem. Semmi nem jó nélküled, mert már nem vagy az enyém. Megcsókolni újra szádol, bár csak tenni. A Legendsnek a színpadán, itt a Ligetben. Megmondom őszintén, egy igazi ikon, de most nem használjuk ezt a szót, hanem egy igazi legenda, aki a fekete vonat egy ismert alakja, a csapatnak a tagja. Itt van velünk egy gyönyörű szép hölgy, akit úgy hívnak, hogy Fatima. Szia, Fati! Szia, Béci! Örülök, hogy itt lehetek. De szeretlek. Hogy alakult a fellépés? Jó, ugyanúgy alakult, ahogy vártad? Hát megmondom az igazat nektek, hogy nagyon vártam ezt a mai napot. Egész hónapban már készültem rá, mert nagyon szeretem a Legend közönségét, a fiatalságot, a frissességet, amit tőlük kapok, inspirál nagyon. Szóval nagyon jó hangulatban telt, bár már egy fellépésen túl vagyok ma, de ide úgy jöttem, hogy tiszta szívből, és azt hiszem, hogy a közönség... Ragyog a szíved. Hát, mint a nap. Sok lány van, de valahogy mégis túl kevés. Nem olyan a csók vagy, nem igaz az ölelés. A szemed mindent elárul, a titkolod, ha nem. Nekem kell, hogy felfedezzem. Hol van az a lány, ki megtalál, ha elveszek, majd felállít a padlóról és önmagamhoz elvezet. Mert már mosolyogni akarok, nem problémát. Aki bár haragszik rám, mégis mellém áll. Képzeld el, hogy nagyon sokat filoztam azon, hogy milyen kérdéseket tegyek fel. Nagyon sok változás történt most az életedben, ugye jól tudom? Pontosan, jól tudod. Igazából az a helyzet, hogy így teljesen így szabad úszó lettem az elmúlt időszakban. Sok mindent csinálok, amit nagyon szeretek. Gyerekekkel foglalkozom, zenélek, énekelek, csak kicsit akusztikusabban. Bár mondjuk a DJ-t azt nem hagyom ki a sorból, mert valami olyan formabontót szeretnék csinálni, amit még eddig itthon senki. Meg hát ugye úgy néz ki, hogy a fiúk kibékültek, a régi csapatom. És ez nagyon nagy örömmel töltött el. Ugye amikor megtudtam a stúdióban már, hogy a Bitt is, a Junior is ott vannak, hát elájultam, mondom, Atka, Ati, hogy csináltad ezt? Béres Atka egyébként magyar Khaled, úgyhogy innen is üdvözlöm és puszi nekik, meg hát a ugye halott pénzes fiúk is. Ők nekem egy más szegmense volt a zenének, de azt gondolom, hogy úgy nyúltak ehhez a dalhoz, olyan tisztelettel, hogy minden elismerésem nekik, és tényleg jól esett nagyon a szívemnek egy ilyen dologban közreműködni, főleg úgy, hogy 20 éve nem énekeltük. Vagyis, hogy én csalok egy kicsit, mert szoktam énekelni egyvelekben ezeket a fekete vonat slágereket, közte a Hol van az a lány is, de hát így ebben az új formában, 2018, fekete vonat, halott pénz, Dr. Béres. Hol az, aki tiltja, hogy rám néz? Beat! Ki az, aki tiltja, hogy megcsukol? Én tudom, hogy a szíved már másé. Az, amit én mondtam, az nem volt. Mennyire érezted magadénak ezt az egészet? Szóval, hogy akkor, amikor ezt a számot megcsináltátok, nyilván akkor ez egy közös formáció volt a fekete vonattal. De most, hogy ugye a BRS belement, meg ugye belement a halott pénz, mennyire éreztétek ugyanúgy magad? Én abszolút ugyanazt a feelinget éreztem, hogyha a fiúk közelébe vagyok, akkor megtörténik az a, nem tudom, hogy mondják, varázs vagy csoda, mert próba nélkül is egy reggeli műsorban voltunk együtt ennek kapcsán, és így megszólaltunk egy akapellára, és azonnal együtt szóltunk. Szóval szerintem ez azért tud így működni, mert nincs kitalálva, nincs előre megbeszélve, hanem spontanitás van. És azt gondolom, hogy a Béres Atiba is ugyanez megvolt, meg a halott pénzes fiúkban is ugyanígy megvan ez a spontanitás. Hogy mitől lennék boldog újra, hol van az a szép, ami nincs már? Szívem csak téged vár, mindig ugyanúgy csak várlak. Kerestélek, de nem találok. Eljön az a nap, mikor itt leszel, és te menj el nekem. Mennyiben érzed azt például, hogy a beatnél én nagyon láttam, hogy ilyen újra gyermekként élte meg ezt az egészet? Mennyire volt ez neked egy ilyen, mert ugye te benne vagy ugyanúgy a zenébe, benne van a Junior is a zenébe, de hogy mennyire volt az, hogy mintha, most ez csak az én szemszögömből, hogy mintha egy kicsit különállóként, kisgyerekként élvezte volna? Én egyébként nagyon örültem neki, hogy a Beat szólódalához nyúltak hozzá a fiúk. Ez az első lemezünkön a Beatnek az egyedüli szólódala volt, mint ahogy mindannyiunknak volt egy. És én azért is gondoltam ezt, hogy ugye neki felnőtt gyerekei vannak szinte, pici gyerekek, de mégis már felnövekedtek azóta. Nem látták őt színpadon, formációban, mint fekete vonat. És amikor nekem a Beat azt mondta, hogy ő csak az az álma, hogy egyszer lássák a gyerekei őt a színpadon velünk együtt, én megmondom az igazat, hogy nekem ez nem pénz, meg nem azt jelent,
mást jelentett. Az igazából a szívéből jött, és én azt gondolom, hogy megérdemelte most ezt a lehetőséget, és hogyha mi ennek a részei lehetünk, akkor ez nekünk egy ajándék. Az én részemről tudok ebben beszélni, és bármikor számíthat rám bármibe a Beat, mert azt gondolom, hogy egyedülálló tehetsége van így rappelni, szerintem Magyarországon kevesen tudnak. Nem azt mondom, hogy nem tudnak, de neki van egy olyan szövegvilága, egy olyan szövegkörnyezete, ami abszolút egyedülálló Magyarországon. És azt is el kell mondanom, hogy a Fekete Vonat idején is oszlopos tagja volt a zenekarnak. Szinte minden slágerünk az ő kezéből jött ki, úgyhogy, de így voltunk teljesek hárman. És azt gondolom, hogy ha még lesz rá esély, akkor biztos, hogy a Beatnek is lesznek ötletei, meg mindannyiunknak, mert tele vagyunk ötletekkel, és hiszem, hogy ez össze fog jönni. Hát még ez a jövő kérdése. Hello, édes, itt a doktor Béres. A képed nem homályos, pont hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek. Mi egyébként a terv? Most beszéljünk arról is, hogy mi az a szólói terv, amit te szeretnél most képviselni, vagy mi az, ami terv van körülötted, és mi az, amit mondjuk esetleg a Fekete Vonattal akartok megvalósítani? Hát igazából tárgyalások vannak egyébként a fiúkkal, így távolabbi tervek. Szeretnénk új dalokat, mint Fekete Vonat, és a régiekhez is szeretnénk majd hozzányúlni, hogyha összejön minden, ami kell. Igazából így visszatérve arra, hogy így ez a dal, hát az, hogy hetente ugrik fel 1 milliót, szerintem az így magáért beszél, hogy most tartunk a 3. milliónál. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ugye nem lesz ismeretlen az embereknek ez a dal, és hihetetlenül pörög, és azt látom az embereken, hogy már az ilyen picik is énekelik, hogy hol van az a lány, aki tudja. És ez olyan inspirációt ad szerintem, ami soha nem fog kimúlni, és szerintem ezt te is érzed zenészként, meg előadóként, hogy milyen ez a dolog, amikor szembesülsz a közönséget szeretetével. Ez adja az erőt nekünk arra, hogy új dalokat nyomjuk, csináljuk. Úgyhogy ez van most egyenlő. Megmondom őszintén, hogy én beszéltem a Beattel is, beszéltem a Juniorral, és azt látom, hogy mindenki teljes mértékben ezt, ahogy te is mondtad, hogy annyira együtt éreztetek, szóval most már nem az volt, hogy külön. Hál' Isten úgy tudtam veletek beszélgetni, hogy nem csak veled beszélgettem, hanem velük is. Nem csak a Beattel beszélgettem, hanem veletek is. Én azt tudom mondani, hogy baromira várom a folytatást, nagyon akarom, iszonyatosan rajongok gyerekkorom óta, értetek, úgyhogy mindenféleképp várjuk, és szerintem ugyanígy a rajongok is várják. Fantasztikus volt a Legendsben a részvétel, mint ahogy mindig. Szeretettel várunk máskor is. Gyere vissza, 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 gyere vissza.